Ismét összeült az ENSZ biztonsági tanácsa, hogy Koszovó ügyéről tárgyaljon. Az ENSZ ülésen Alekszandr Vucic szerb elnök az 1999-es ENSZ határozat megsértésével vádolta Koszovót, melynek elnöke Hasim Tači azt válaszolta, hogy országa szuverén állam, ezért joga van saját hadsereget felállítani. Az ENSZ békeműveletekért felelős főtitkár helyettese úgy reagált, a nemzetközi szervezet attól tart, hogy fokozódhat a feszültség, különösen Koszovó szerb határhoz közeli északi régiójában. Múlt héten a koszovói parlament egyhangúan megszavazta a törvénymódosításokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a biztonsági erőket hadsereggé alakítsák. A keddi ENSZ ülésen a koszovói elnök azt mondta az átalakításról, annak nincs agresszív célja, a koszovói hadsereg léte soha senkire nézve nem lesz fenyegető.